Úgy gondolom, hogy soha rosszabb mérkőzést egy spanyol válogatott ellen, aki most jelen pillanatban a világ egyik, hanem a legjobb csapata. Ízelítőt kaptunk az Elit futsalból, mind a lövésekből, mind a játéksebességéből, mind a passzokból. Legalább látjuk és le tudjuk szűrni belőle a pozitív dolgokat, akkor úgy gondolom, hogy az 5-2-es vereség ellenére egy pozitív mérleget tudunk vonni ebből a mérkőzésből. És ezeket a pozitív dolgokat akár már a csütörtöki mérkőzésre kielemezve tudjuk hasznosítani, akkor csütörtökön győztesen tudjuk elhagyni a pályát. Tudtuk azt, hogy ez egy fantasztikus csapat, egy profi ligából érkező játékosok, de fél időben ugye 3-0-ra fordultunk, végig az volt az öltözőben, hogy igenis van bennünk gól és csináljuk tovább, de én úgy érzem, ebben a mérkőzésben nem kell többet beleképzelni, ebben ennyi volt, ezt mostantól le kell zárni, és a csütörtöki ukránok elleni mérkőzésre kell fókuszálni. Ugye szombaton játsszák utánunk a csoport utolsó mérkőzését, a spanyol ukrán mérkőzést, mi mindenféleképp nyerni szeretnénk, de mindentől függetlenül akár egy döntetlen eredmény is benne lehet abban, ami nekünk jó lehet, de én gondolom mindenféleképp győztesen szeretnénk elleni a pályát, így a saját kezünkben lenne a sorsunk. Rúgtam két gólt, annak nagyon örülök. Ma még tényleg lehet ezzel foglalkozni, ki kell kicsit küszöbölni a hibákat, de holnaptól csak ukrán meccs, mert mi nem azért jöttünk ide, hogy spanyolokat verjünk, mi azért jöttünk ide, hogy az ukránok ellen kiharcoljuk a legjobb nyolcba kerülést. Tudomásom szerint csütörtökön még többen lesznek. Nagyon szépen köszönjük nekik, hogy támogatnak minket, és időt nem kímélve jönnek és buzdítanak minket. Ez fantasztikus dolog volt. Remélem, hogy csütörtökön is ilyen hangulat lesz. Végig nagyon optimistán és pozitívan készültünk erre a mérkőzésre, aminek meg is lett az eredménye, mert nagyon jól tartottuk magunkat sokáig. Sajnos aztán egy buta gól, hát nem mondom, hogy megpecsételte a sorsunkat, de nehézé tette a mérkőzést, de szerintem utána is tartottuk magunkat, küzdöttünk, és ennek meg lett az eredménye. Talán volt egy-két olyan lehetőség, ezt beszélgettük az öltözőben, hogyha ott sikerül a passz, meg az a kapura lövés sikerül, vagy hogyha védekezésnél a kapott góloknál nem úgy maradunk le, vagy rólam nem pattam be a labda, akkor még szorosabb lehetett volna, de előre azt gondolom, hogy aláírtuk volna ezt az eredményt a spanyolok ellen.